Hölkhöz vissza. Ki fog itt lőni? Miért még hátra 3 másodperc? Elviszi a labdát Christiansen, akkor őt ki fogják állítani valószínűleg. És hogyha elvitte a labdát, Edwidge nem véletlenül reklamálott. Ezt bizony meg kell nézni, mert ez a szituáció egy bajnoki aranyéremről dönthet. Belül vagyunk itt az utolsó fél percen. Hát nem lennék a két játék vezető helyében. Az utolsó fél percen már lepörgött az óra is. Mert hogy ezért hetes járhat. Megnézik. Mert hogyha ez direkt volt, vagy olyannak ítélik, akkor hát a legnagyobb csavar ezen a mérkőzésen. Itt a videó ismétlő rendszerünk. Hát... akkor meg a hetes lövő helyében. És csak. Akkor ugye el kell oda menni hátra. Na mi az ítélet? Hát piros lap. Piros lap. És akkor 7 méteres. Keti lövi? Jajaj. Parancsolj, Detti. Ruiber Katrin pattogtatja a labdát. A zsűriasztal még megbeszéli. Silja Solberg sétál a kapu felé. Szándékosnak ítélték. Konkrét szituációt megakadályozóan. Még Riut is kiküldik. Ez 2 percre, mert nem azt nem szoroz. Mert itt a végeredmény szempontjából, csak a jegyzőkönyvek szempontjából. A Kluiber Katrin 5 góllal nyer a Ferencváros, és ugyanannyival nyer, mint amennyivel kikapott Győrben. És ez jól emlékszünk, hogy a 4 évvel ezelőtti bajnokságban mit jelentett 5 gól különbséges versenyfutást a maradék meccseken a két csapat között. Ezért áll most oda Kluiber Katrin a vonalra. Szia Solberg vele szemben. És kijön egészen. Nehezebb helyzet ilyenkor. Kluiber Katrin bedobja!